Videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint ezt a gonosz falusit fogjuk úgymond megkeresni, és lehetőleg bezárni a börtönbe. Szóval, ugye hát látjátok, hogy az elején gondolom, hogy mi volt ez a gonosz falusival. Kaptam úgymond egy hívást, hogy nekem ezt el kell kapnom, és ja, meg kéne akadályoznom, hogy többet ilyet csinálhasson ez a kedves, gonosz, rossz úriember. Szóval, srácok, kaptam ugye alapból a chestembe cuccot, ugye kaptam alapkövet, amiben majd ebből kell majd megépítenem ugye a börtönt, kaptam ugye a vasajtót, meg kaptam alapból aranyalmát, ez tök jó, amúgy király. Meg ugye van rajta ugye alapból egy bőrszett, meg van nálam egy nyíl, meg ilyenek. Szóval van nálam egy pisztoly úgymond, és a börtön, amivel majd be kell őt izélnem. Szóval meg kéne keresni, hogy merre is ölte meg ezeket a falusiakat. Valahol úgy látszott a felvételem, hogy vért hagyott maga után, vagyis ugye redstone-t. Aha, oké, meg is van, nagyon jó. Na figyeljetek, várjatok, mielőtt neki kezdünk, gyors szedek nem sok dolgot, tehát gyorsan szedek egy kőkardot igazából, mert fegyvert, ugye, és hát kaptunk egy íjat igazából, de azért mégiscsak kéne, hogy legyen nálunk valami, amivel így közel is meg tudjuk magunkat védeni. Különben eléggé gyorsan, hát lesebezne minket lehet, hogyha közelre jönne támadni úgymond minket. Szóval gyorsan csináljunk egy kőkardot, és akkor meglátjuk, hogy mit is tudunk elérni ellene. Megpróbálom minél gyorsabban, nem akarlak titeket untatni, meg semmi. Szóval nyugi, ezzel azért gyorsan meg leszünk. Közben egy pillanat, várjatok. Kicsikét feljebb teszem a zenét, hogy ne legyen annyira halk nektek, meg ilyenek. Szóval srácok, igazából akkor kitérek arra, hogy ugye meg lett az 50 000 feliratkozó, és ugye hát a nagy csatornámon, és hát ugye nem nagyon jött még ki ez a különleges videó, ez azért is van, mert ugye azt a spongyolbos videót ugye hát a szereplőkkel szoktam úgymond felvenni, és ezek a szereplők, akikkel ugye ezeket alapból felszoktam venni, akikkel felszoktam ezt venni, azok most nyaralni fognak eléggé sok ideig, és sajnos nem nagyon lesz rá idejük, hogy fel tudjuk venni a következő spongyolbos ilyen videót. Szóval nem tudom, hogy mikor lesz a következő ilyen spongyolbos rész. Megpróbálom veletek azonnal felvenni, amint ők megjönnek, vagy bármi. Szóval ja, ez majd ki fog derülni. Na de viszont, akkor indulunk is el. Azt hiszem, hogy így is van, erre volt. Nagyon jó. Akkor kövessük szépen a nyomokat, és nézzük, hogy hova menekült ez a gaszvickó, és kapjuk el, mert ilyet senki nem csinált, hogy csak úgy megfogja és lekaszabolja az összes falusit. Közben, ahogy láttam, azért ő is egy falusi volt, csak egy ilyen gangster falusi, vagy nem is tudom ezt így, hogy mondjam nektek. Szóval, aha, ott is van egy falu, oké. Igazából nem tudom, hogy ezek a falusiak, nem tudom, hogy ezek a nyomok a faluba vezetnek-e. Viszont ahogy látom, igen, eléggé a faluba vezetnek. Jó, na várjatok, mielőtt bemegyünk, gyors előtte akkor meg kéne építeni ugye a börtönt, hogy mégis azt majd ne akkor kelljen, amikor már lát minket, hogy minél gyorsabban majd szépen be tudjuk zárni. Szóval csinálok igazából egy ilyen kis, nagyjából nem tudom mekkora, egy ilyen, hát ilyen kicsike kis, ne, elrontottam. Akkor egy kicsikét ennél nagyobb lesz mondjuk, na várjatok. Hát nem baj, most igazából nem az a lényeg, hogy kényelmes legyen, hanem az, hogy be tudjuk valahogyan zárni. Nagyon jó, oké, azt oda feltesszük, szépen 2 blokk magas lesz, gyönyörű, így is van, ezt így kiizéljük, még egy kicsikét mondjuk egy blokkal így kijebb hozzuk, és itt lesz szépen az ajtó, nagyon jó, és itt lesz mellette a kar. Tökéletes, nagyon jó, és ezt is így szépen befedjük. Nos, akkor vágjunk is neki, meg kell keresni, hogy hol van ebben a faluban, vagy hova rejtőzött el, mert bármelyik házba lehet igazából, vagy nem is biztos, hogy a házban van, az is lehet, hogy nem a házakban van, de igazából megpróbálom elsősorban a házakat átnézni, mert úgy tűnik logikusnak, hogyha egy valószínűleg itt lakna. Tehát valószínűleg nem véletlen jött úgymond így ebbe a faluba vissza, hogyha csak nem itt lakik a kedves személyünk, aki ja, ennyire gonosz. Na jó, hát így ezekben a házakban nem nagyon van, de mindegy, lassan úgy megy le a nap, ez nem túl jó hír. Na jó, nézzük át ezt a templomot, hát ha esetleg nem. Az a gond, hogy a falusikat nem tudom megkérdezni, mert igazából kétlem, hogy bármelyik is elárulná. Aha, ott van benn. Oké, ott van benn gyilkos falusi, ajaj. Mit csinálna? Várjatok. Ott valami tojást lerakott. Jó, valahogy meg kéne közelítenünk. Elrontottam, nem csináltam izét. Nem csináltam baltát, na mindegy. Megpróbálok így, ajaj, jó. Ajaj, ez mi volt? Oké. Jó, azokat lelőjük. A csontvázakat, nagyon rossz lesz ez így, srácok, hogyha támadni fognak a mobok, meg minden, azt a creepert is akkor már megöljük. Jó, oké, királyság. Na, itt van a chestben valami cukor, meg nyíl. Jó, én ezt kiveszem tőle, hogyha már így kibrom venni, legalább nappal lett, jó. Amúgy rá elbírnám itt találni őt? Na várjatok meg, bírom itt vajon lőni? Ajaj, itt nem megy át szerintem, vagy... Aha, de átmegy. Jó, próbálj meg valahogy lelőni, vagy meglőni, jó, eltaláltam. Oké, várjatok, jó, oké, meg nem vett észre. Kapjuk el! Gyerünk! Mondjuk nem kéne őt igazából nagyon megölni. Jó, oké, lesöbeztem eléggé, bemegyek hozzá. Jó, bemegyek hozzá és el fogom kapni. Na gyere! Áldott meg magadat, gyilkos falusi, azaz! Elkaptalak, lebuktál! Ennyi volt, vége van! Ne, izéljél! Ne, állj meg! Azonnal állj meg a törvény nevében! Ó, itt van gyémánt, meg izé. Királyság, jó. Na, azonnal állj meg a törvény nevében! És nincs, nem, úgy vettem, hogy nem csinálsz semmit, add meg magadat és gyere szépen velem a börtönben. Mit akarsz tőlem? Bizonyítékunk van rá, hogy te ölted meg azokat a szegény falusikat ott a erdőben, és ezért most szépen le vagy tartóztatva. Jól hallottad, le vagy tartóztatva, szóval szépen gyere. És amíg várjál, most maradj szépen ott, most gyorsan a kollégába a gyémántból egy diakardot. Na. Jó, meg akkor már tudok csinálni, hogy a gyémánt melvértetést. Egész király. Én nem csináltam semmit. Aha. Akkor miért volt nálad izé? Várjál, mondjuk ez nem a tiéd volt. Összetévesztesz valakivel. Van egy biztonsági felvételi sóla. Pontosan te vagy rajta. Ugyanebben a nasszemveggel, ugyanebben a cudzon és ugyanebben a mindennel. Szóval, hogyha most te ellen akarsz állni, és te itt akarsz itt, mit tudom én, így megtéveszteni engem, akkor nagyon rossz helyen jársz, szóval szépen menjél. Gyerünk! Aha, akkor ez mi szerinted, hogyha itt elővettél egy ilyen... Jó, oké, kapjuk el? Na jó, kapjuk el ilyen... Várjatok, itt van poti... Aha, nem, ez az én potim lesz, haha. Benézted? Csá, dobjuk rá! Jó, oké, megdobtuk, haha. Na mi az, gyilkos falusi? Állj meg azonnal! De... Hallod? Állj már meg! Nem akarlak... Újjaj! Ahogy nagyon sokat sebez. Na várjatok, ez így nem lesz túl jó. Jó? Oké. Jó, oké. Nem fog tudni szerintem megölni. Jó, hol van? Nem már, ott vár. Na jó. Várjatok, jó. Nem, ez így nem lesz jó. Kapjuk el, na gyere ide! Azonnal állj meg! Gyere vissza! De... Azt látom, hogy ez amúgy megvéd téged? Nem, na állj meg szépen! Állj meg, add meg magadat és gyere velem, rossz vagy! Nagyon rossz vagy, menjél szépen, gyerünk! Add meg magadat, dobd el a fegyveredet, nem megyek veled sehova, olyan opciód nincsen, sajnálom. Jó, hát akkor meg fogsz halni. Akkor meg fogsz bizony halni. Dobd el a fegyveredet és akkor nem esik bántódásra, gyerünk, hogyha még most megölöd magad, túszt ejtek. Nem fogsz te túsztejteni. Nem fogsz túsztejteni, engedd el azonnal! Menj a közelébe! Mit csinál ez a tehén amúgy? Na várjatok, arrébb tolom. Nem tudom, így jó, mindegy, forogja tovább. Akkor na, azonnal engedd el a túszt! Azonnal engedd el, hogy nem! Engedd el! Gyerünk! Jó, oké, haha. Ennyi volt a túszodnak, na gyerünk! Ajaj, a pók megtámad, jó? Lőjük meg! Elmenekül, ne, belement a vízbe. Haha, na mi az? Azt hiszed, hogy itt elbújhatsz. Gyere szépen ki! Azonnal gyere ki, nem akarlak megölni! Add meg magadat és nem esik bántótásra, gyerünk már! Ne izéljél! De... Aj, kiégek ezen a falusin, srácok, menjél már! Gyerünk! Jó, nem érdekel, én meg fogom őt ölni, ne itt izéljél! Ne itt keménykedjél! Na, menjél be a börtönbe, add már meg magadat! Eddig senki nem bírta! Gyerünk már, na, megadod magad? Nem hiszem, menekül, megadod? Megadod magad? Igen? Jó, rendben, dob ki mindenedet. Minden dobjál ki, úgy van szépen ezeket így, na várjatok. Ezt így elássuk, vagy nem tudom. Gyors, ezt így ide lentre, hogy így nem tudom, így senki nem nagyon találja meg. Jó, ezt alapkővel mondjuk befedjük, nem tudom, majd bizonyítékok. Megadom magam, na! Jó, jól teszed, na szépen gyere, köves! Jó, nem foglak bántani, gyerünk, gyere! Gyere szépen, gyere, úgy van, menj előre! Menj előre, menj előre, úgy van, na! Csodálatos, menjél szépen, elkísérlek a celládba, ahol letöltheted ezt a szép kis büntetést, amit most összettél magadnak, gyerünk, gyerünk, menj, ne ütögess, ne ütögess engem, hol volt a börtön, na várjátok, ott van balra, arra menjél, gyerünk, azaz, szépen menjél, ott van a csodálatos hely, már vár téged, gyerünk, gyerünk, nincsen izé, nincsen, aha, aha, nagyon izé vagy, hallod, nagyon küzdesz, így azért nem szabad ilyeneket csinálni, mert csak szólok, hogy bajod esett. Nincs erre rajtad semmilyen szett. Menjél szépen be. Menjél szépen be. Gyerünk. Gyerünk, mozgás. Mozgás befele. Tessék, kapsz kaját is. Úgy van. Ide. Igen, oda. Oda be. Gyerünk. Az... De, nem hiszem el. Menjél már be. Menjél be. Nem. Nem bújsz el. Gyerünk. Gonosz vagy. Megölted szegény falusiakat. Menjél már. Ó, Istenem, mennyit kell erre. Jó, azaz. Tökéletes. Ennyi voltál. Ennyi voltál. Máskor inkább gondold meg magadat. Nem tudom, sokszor mielőtt elkezdesz ilyeneket csinálni. Hát srácok. Hú, be tudtuk zárni nagy nehezen ezt a falusit. Amikor kijövök, hát gondolom akkor boss utálsz, neked véged, bla bla bla. Úgyse fogsz tudni kijönni, ha. Na jó, srácok, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban, hogyha tetszett, csapassatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk a következő videóban, és hát ja, sziasztok, és legyen szép napot meg minden, sziasztok!